Lassan elmondhatjuk, hogy véget ért a paralimpia. Itt Párizsban már csak a záró ünnepség van. Amire mész, várod már? Igen, várom. Bár örültem volna, hogy tudok egyet aludni előtt a délután, de nagyon várom, úgy érzem, hogy még annyira nehéz felfogni azt, amik történtek velem, hogy kell valami, ami egy kicsit úgy helyre rakja, lezárja, főleg, ha már a nyitó ünnepségen most nem tudtam ott lenni. Haladjunk az időben egy picit visszafele. A távolugrásról ugye azt beszéltük, hogy a címvédés az alap, de hogy szeretnél világcsúcsot ugrani. Hát az időjárás abszolút nem kedvezett ennek. Szakadó eső volt, fújt a szél, hideg is volt. Elégedett vagy ezzel, hogy csak az arany lett meg? Nehéz mit mondani, mert a három úgymond kitűzött célomból egy sikerül, de azt gondolom, hogy az adott időjárási körülményekhez képest szerintem maximálisan kiosztom abból a versenyből, amit lehetett. Azt bánom, hogy még így is voltak, ugye volt elég sok belépett ugrásom pont azért, mert miután láttam, hogy a címvédés azért eléggé be van biztosítva, utána mertem kockáztatni azért, hogy esetleg az olimpiai rekord vagy a világrekord az meglegyen. Hát becsúszott 1-2 centi a deszkán, úgyhogy sajnos nem lett világcsúcs, de az jó volt, hogy ilyen időben is éreztem a lábamban a nagy ugrásokat. Úgyhogy hát nem most, hanem majd egy következő versenyen fogom akkor majd megjavítani. Amikor felkeltél aznap és láttad, hogy ilyen időjárás vár rád, akkor azért számítottál rá, hogy hát ebből időzőben csak ez lehet? Igazából már azon a héten hétfőn, mikor néztem az időjárást és a két döntő napomra, a távol döntőjére és a 400 döntőjére mondott esőt, akkor mondtam azt, hogy jó, úgy látszik ez Tokió óta úgy van, hogy ezeknél a versenyszámoknál esni fog az eső. És akkor úgy voltam vele, hogy elsődleges célom a címvédés, és próbáltam felkészülni arra, hogy mi lesz ott bent. Nagyon hosszúra nyúlt a versenyünk, szerintem majdnem 2 óra volt, lehet egy kicsit több is, mert volt műszermeghibásodás, eredményhirdetések, rajtok, várakozás, újraugrások, úgyhogy emiatt jóval hosszabbra nyúlt a verseny, mint szerettük volna. De tudtam, hogy mondjuk lehet, hogy bent még egyszer kennem kell, vittem magammal olyan melegítő eszközöket, amik segítettek, meg igyekeztem felöltözni, de azért reggel 6-kor sötétben kijönni, úgyhogy zuhog az eső, az nem mondom, hogy annyira feldobta a kedvemet, de nyilván bennem volt, hogy azért edzünk mondjuk esőbe is, hogy ilyenkor is meg tudjam mutatni a legjobb formámat. És akkor elérkezett az a pillanat, amikor a bajnokok harangját meg lehetett kongatni. Hát az gyakorlatilag ott a nézőtérről is átéltem és átéreztem, hogy mi van benned. Hát igen, így utólag olvastam, két ilyen hozzászólás maradt meg nagyon bennem. Az egyik az volt, hogy én akkor nem tudtam, hogy már 5 éremnél járunk, de valaki azt írta, hogy minden éremért kongatott egyet, bár én nem is számoltam szerintem, hogy hányat kongattam, csak húztam, amennyire tudtam. A másik meg az volt, hogy hát rajtam nem múlt, hogy ez a harang ott marad, vagy nem, mert azt vittem volna magammal, hogy amúgy van. Úgyhogy ez óriási élmény volt, szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy egy kicsit még így pluszban a győzteseket így is megünneplik. És akkor térjünk át a futószámokra, ugye a kolumbiai Moreno érkezett hozzátok a kategóriádba, és hát ha még nem is jó ugró, de kiváló sprinter. Így van, és ki tudja, hogyha összerakja a távolugrását, akkor akár jó ugró is lehet. Most nem úgy nézett ki, de mivel nagyon gyors, ezért abból a lendületből jól el tud ugrani. Amit csinál 100 méteren és meg 400 méterre, szerintem az hihetetlen, és viszi magával az egész kategóriát, az, amilyen eredmények születtek a 100 és a 400 méteres sífutás döntőjébe is. Hát az, hogy majdnem mindenki egyéni csúcsot ért el, hanem az mutatja, hogy mennyire fejlődik, és mennyire ügyesebbek lesznek a lányok, úgyhogy hát ezzel kell menni. Nem csak egyéni, hanem Európa csúcs is, ez pedig a te nevedhez fűződik. Ilyenkor azért egy picit jó is, hogy ő itt van, mert ez húz titeket is fel, és próbáljátok utolérni őt, ezzel pedig még jobb időket értek el? Szerintem mindenképpen azért az, hogyha valaki van előtted, akivel próbálsz futni, akivel próbálod tartani a tempót, az mindig ad egy pluszt.
pont ezt szoktam mondani, hogy akár az épek versenyen is, nekem azért nagyon jó távolugrásnál, nagyon jó edzés az, hogy velük versenyzek, hogy tényleg minden centért küzdeni kell, itt akár minden méterért, és menni kell, és tolni kell, mert hogyha nem csinálod, akkor le fogsz maradni, és akár egy döntőbe is kerülhet. De hát az, ami mondjuk a 400 méteres síkfutás döntőben volt, az, hogy mindenki szinte 61 másodpercen belül futott, úgyhogy előtte a legjobbjuk az bőven kívül volt, legalább a mezőny felének, hát szerintem az mutatja, hogy ez így brutális lesz. Na akkor erről az utolsó döntőről beszéljünk, egy nagyon jól felépített taktikával mentél. Szerintem biztos a tévé előtt ülők így úgy voltak vele, hogy úristen, mi lesz ebből? Hát Luca, fussál, fussál, fussál. Megtörtént. Megtörtént, és azért ilyenkor előre pályához képest nagyjából tudom, hogy ki mikor kezd be, hol kell utolérnem, hol kell közelednem, kit kell mondjuk elengednem, mert egy kicsit ilyen is volt, hogy tudtam, hogy hátulról nagyon rám fognak mondjuk futni az első 200 méteren, de nekem pont az első 200 az, amit szeretek kicsit magasabban futni, kicsit talán könnyedebben, és a végén szeretek jönni, szeretem, hogyha arra marad erőm, tudok még hajrázni, tudok még futni, mert sokszor ott sikerült helyet vagy helyeket javítanom, és ugye ez így volt most is. Az első 200-on csak azt mondogattam magamnak, hogy okosan, semmi más, ezt hajtogattam magamban, ahogy mentem, mert tudtam, hogy ha elfutom, akkor vége lesz, és könnyen lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban megy el mellettem. Úgyhogy ahogy beértem a kanyarba, úgy jött egy kis tempóváltás, ott a kanyarba elkezdtem fokozni a tempót, és ahogy beértem 300-hoz, akkor ugye már egy síkban voltunk szinte a többiekkel, kivéve a kolumbiaival meg a némettel, és akkor éreztem, hogy a németet meg fogom fogni, mert én akkor kezdtem gyorsítani, ő meg akkor kezdett el lassulni, úgyhogy ezért szerintem nagyon jó volt így ez a taktika. Mentem, ahogy tudtam, a kolumbiai szerintem nekem nem volt most elérhető, de úgy voltam vele, hogy nyilván, hogyha ha tudok, akkor nyerni szeretnék, de hogyha nem, akkor egyértelműen éremért futok, és hát az, hogy ez egy ezüst lett, szerintem nekem, hogy illés van itt idézzem felére egy arannyal. Akkor nem is kérdés, hogy ezt kárpótolt a 100 helyezésért. Maximálisan, de tényleg azt gondolom, hogy 100-on egy helyezést tudtam volna szerintem reálisan javítani ott az érem most nekem nem volt közelben, de hát pont ezt mutatja az, hogy mennyire nehéz mondjuk ezt a három számot kiegyensúlyozni egy felkészülésben, mert még a távolugrás és a 100 méter valamennyire kéz a kézben jár, a 400 méterhez már teljesen más felkészülés dukál. Akkor hogyan értékelnéd ezt a párizsi paralimpiát? Én nagyon elégedett vagyok, tényleg hihetetlenül boldog vagyok azért, hogy két éremmel mehetek haza, úgyhogy a saját elvárásaimat talán a 100 méteres síkfutás kivételével maximálisan teljesítettem. A távolugrás inkább szerintem egy kis tüzet ad még, hogy a következő versenyeken szeretném majd még jobban oda tenni magam. A 400 méterre pedig tényleg hihetetlenül boldog vagyok, mert amit futottam idő, az ugye a korábbi világcsúcson belül lett volna, és hát nekem egy óriási egyéni csúcs, ugye mondtad, hogy Európa csúcs, úgyhogy szerintem ez nincsenek szava. Most már jöjjön egy kis pihenés? Majdnem, jövő hétvégén még lesz egy utolsó versenyem, ahol két versenyszámban rajthoz állok a csapatbajnokságon, aztán majd utána pihenünk egy nagyot.